Rég volt Stumble Guys, úgyhogy nézzük meg, hogy mi újság a Stumble Guys-ban. Jó, ez jó lehet! Ez jó lehet! Jetszi! Miért csinálod ezt velem, Stumble Guys? Atya úristen, hogy néz ki a játék? Van ranked, tournament, minden. Jó, a rankedet az fixen ki fogom próbálni majd, mert nagyon-nagyon rég nem játszottam a játékkal, ami felkerült korábban videó az. Az jóval korábban lett felvéve, na mindegy. Egyébként menjünk be a shopba, pörgessünk egy ingyenes, valamiért nincsen hangja a játéknak, pedig be van kapcsolva. Mi az, atya úristen, az az ability token? Hát nagyon le vagyok maradva, az jó. Jó, kaptam belőle 150-et, I take it, köszönöm. És képzeljétek el, srácok, megérkezett a zsomackód a Stumble Guys-ba is, szóval most már a shop végébe elmentek, és a support a kreatornál beírjátok azt, hogy zsomac most már nem fog error dobni, úgyhogy ott van a zsomackód a Stumble Guys-ban is, úgyhogy használjátok. Pedig esetleg gemeket szeretnél vásárolni, akkor látogass el az enelba.com weboldalára, ahol ajándékkártyákat és különböző játékokat találhatsz olcsón. Itt van például a Stumble Guys gemek, bármelyik országban be tudod gyűjteni, ki tudod választani, mennyi gemet szeretnél tulajdonképpen, és olcsóbban megkap patod, mint a játékon belül, illetve még pénzt is kapsz vissza, amiből később tudsz majd az oldalon még szintén vásárolni, legyen szó gemekről vagy tokenekről, lesz link a leírásból, de ha téged esetleg más mobil játékok érdekelnek, akkor nézzél itt körül, sajnos a Brawl Stars és a Super C játékok jelenleg nem elérhetőek, viszont rengeteg játék van, például Lords Mobile, 8Pool, vagy például van egy csomó játék, ami számítógépes konzolos sokkal olcsóbban, ha éppen nem fogyott el, mint az eredeti weboldalon, szóval csekkoljátok le mindenféleképpen az oldalt, még Elderinget is tudtok vásárolni szintén olcsóbban, bármelyik platformra szinte, úgyhogy csekkoljátok le tényleg a weboldalt, én nagyon szeretem, rengeteg kategória közül választhattok, de akár még Steamre is vehettek tulajdonképpen giftkárokat olcsóbban, mint amiben kerül, vagy barátnak például ajándékba, szóval nagyon király kis lehetőség tulajdonképpen mindenkinek, szóval hogyha bármilyen játékot vagy bármit szeretnétek vásárolni, leírásomban lévő linken keresztül is csekkoljátok, hogy olcsóbb be. Ezzel is támogatjátok a csatornát, és még ti is poroltok, úgyhogy mindenkinek megéri. Van itt nekünk valami free gift, amiből 5-öt kapunk, nézzük is meg, hogy mi lesz benne. 5 ilyen kis dobozocska. Atya úristen, derénytottam már. Hát ez nagyon-nagyon csúnya. Van itt nekünk még valami más. Egy samba dancer, oké, és aztán van itt nekünk még egy, kérem szépen, egy selfie. Jó, nagyon jó. Hát jó, azért annyira nem jó. És van itt még egy duplikét. Hát ez nagyon gagyik, ezek a ládák, vagy dobozok, vagy mi az isten ez. Oké, és köszönöm szépen. De mint láthatjátok, van 60 ezer gemem, úgyhogy azért vagyunk itt. 69, oké. Szóval azért vagyunk itt, hogy ezt az origami viet megpörgessük. Igaz, hogy ez drágább, és itt mindenféle dolgok vannak rajta, de ezek nekem annyira nem tetszik őszintén. Meg van itt egy 450 gemes kerék. Csak hát ezen a Firecracker-en kívül semmi jó dolog nincs rajta, ami nekem meg nincsen meg. Úgyhogy ezen a nagyon kemény 150 gemes keréken fogunk pörgetni. Ameddig ki nem pörgetjük az origami skint, aztán játszunk vele, ilyenek megnézzük, hogy mi a helyzet a Stumble Guys-ban. És jó lett volna első baj, de nem is láttam konkrétan a skint. Úristen, nagyon-nagyon rég játszottam már a játékkal. Ott is volt, és a mellette lévőt pörgetjük ki. Persze, nem baj, van 60 ezer gemünk, ennyi nem fog tudni elköltődni. Kérem szépen, nagy valószínűséggel. Ó, az epic skin, az actually jól néz ki, az kéne. Az szerintem nincsen meg. Ott van egy jó, amúgy egy mitikus skinből is van egy egész jó, srácok, lányok, úgyhogy azt is meg kéne nézzük majd, de az is jó lenne megszerezni. De most még semmit nem ad be, egy jó pár évig itt leszünk nagy valószínűséggel, nem baj, gemből van nekem bőven. Ez szerintem nem volt meg, oké, köszönöm szépen, bár valószínűleg nem fogok vele játszani, mert nem annyira tetszetős. Jó! De legalább a Tropical Girl megvan, ami szintén soha nem fog játszani, de legalább egy új skin. Hát, köszönöm szépen, te már megvoltam. Úristen, derékpörgettem, micsoda nosztalgikus érzés, és egy duplikét legendary. Valahogy annyira nem vit rá a lélek mostanában, sokat stumbleguyzozzak egyébként, szóval ezért nem is igazán volt ezzel videó, de ha szeretnétek, nagyon szívesen visszahozom, és elköltjük az összes gememet. Hát nem baj, két új skint pörgettünk, oké, és hát akkor mehet még, kérem szépen. Valami jót, kérem. Jó lett volna, de nem baj. Nem megyek addig sehova, amíg ki nem pörgetjük azt a kettő skint. És most már kettő skin van, ami tetszik, mert a másikra megnézem a drop rate-et. Észre vettem, hogy van rajta egy másik skinecske egyébként az origamin kívül, ami jól néz ki. Gnom, köszönöm szépen. Hát ezt nem köszönöm. Gyerünk, origami kerék. Addig kéne papírt tegyek amúgy, de nincs papír, ami ehető nálam egyébként, valami jó kis challenge-et. Azokat a videókat nagyon szeretétek, szóval olyat lehet fogok még majd csinálni, csak nem igazán néztem mostanában a shopot, hogy milyen skinek vannak a játékban, szóval azért nem igazán volt mostanság ilyen tartalom, de az a mythikus skin, az I like it. Úgyhogy azt szeretném mindenféleképpen, amúgy a speciálisat is persze, de hányszor megyünk a speciális közelébe, de pont őt nem pörgetjük ki természetesen. Körbe pörgetjük, már kettő egyik oldalán, kettő a másik oldalán megvolt. 10 pörgetés ismét túl vagyunk, hát a speciális nem lesz, talán a mythikus visszajön. Rabis. Na nézzük csak, what's good. Á, de már megint mellett, ezt nem hiszem el. Gyerünk. Oh my god.
Ó, oh God, kérem szépen, gyerünk, srácok, az összes gömöt nem akarom elpörgetni. Meg sem néztem, hogy mennyi az esélye, hát srácok, ennyire képbe vagyok. Ne szívas, ne szívas. Aj. Nagyon nem akarom, pedig ennyi idő után elköltök itt egy csomó gömöt, aztán nem adja a Stumble Guys. Gyerünk, gyerünk! Hányszor pörgetjük ki ezt a skint? Egyszer okés volt, de most már kezd elegem lenni ebből az egész dologból. Na, na, na. Körbe pörgetjük őket. Oké, 30. pörgetés. Áj. Köszönöm, 30 pörgetés. Most már nem pörgetünk semmi újat. 1% az origamira, és 1% a mitikre. Oké. Gimme that. Gimme that, kérem szépen. Nem nyert sajnos. Á, ez jó skin. Csupa kabra. Ez tetszik, amúgy epic skin, az képest ez egész jó. De még nem a speciális sem a mitikus. Oké, okay, egy új skin, legalább 2 új skin szereztünk már ebből a 10-es pörgetésből. És nagyon sok duplikétet. Mindig elmegyünk mellettük, mindig elmegyünk mellettük. Wow. Most nem kapunk amúgy a duplikétekért semmit. Most már nincsenek Stumble tokenek a játékban. Meg kell néznem, mert annyira nem vagyok képben, hogy mi a helyzet. Gyerünk, 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 mert megint itt. Jó, elment mellettem. És a 40. pörgetés, hát ezt nem hiszem el, srácok, hogy mennyire pekken van. Hogy néz ki az a papagáj? Jesus. Na hát figyeljetek, legalább 2 új skinünk van. De vannak Stumble tokenek, akkor szerintem kapunk, csak nem írja ki. Jó, hát akkor 50 pörgetés. Jó, hát kicsit drágább ez a videó, mint gondoltam, mert ezek a skinek annyira nagyon durván nem a legjobbak. Jó, nem rosszak, de nem akarom az összes gömmet elkölteni, komolyan mondom már. 60k gembót nincs, nem baj, lesz kreator kódom, akkor több videó lesz, srácok, úgyhogy ha már van, akkor mindenképpen használjátok. Csak augusztus 31-ig érhető el, szóval ez ilyen limitált dolog, így aztán magától ezúttal is nagyon szépen köszönöm nekik, de ha még nem került be, akkor majd írok egy kommentet, hogy most pában zsomackód, vagy mit tudom én, de skin az nincs, amit szeretnék. Mármit van, csak nem pörgetem ki? De ne szívassál! Én már nem tudom, mit mondjak, srácok. Én már egyszerűen nem tudom, mit mondjak. Itt ülünk már 50 pörgetés, majdnem az a legendary csak kapjuk meg. Ha megnézem, hogy a Stumble tokenjen feljebb mennek, mert eddig kiírta egy duplikét, és ők kapunk ért a Stumble token, de most még csak az se. És tehát két skin, az ugye egy-egy 100-re, szóval 100-at pörgetünk, akkor már elvileg egyet ki kellett volna pörgessünk, de még a közelébe sem jártunk egyiknek se, és most se fogunk sajnos. Nulla új skin. Jó, 21.500-an van, ez elég könnyen megjegyezhető. Nézzük meg, hogy több Stumble tokenünk lesz-e, vagy kevesebb. Most már 60 pörgetést vásároltam, és megint a speciális közelében, most meg a mitik közelében. De még csak így hozzá se ért konkrétan a kinekhez, nem szokott így, szivatni a játék tulajdonképpen, és most még az se szivat. Jó, papagáj? Nem. Na, papagáj! Macau! Jó, jó, nem jó. De most már kezdek ideges lenni, most már nagyon kezdek ideges lenni. 60 pörgetés és semmi! Konkrétan semmi. Nem már. Hát ez nagyon-nagyon-nagyon rossz. Nagyon-nagyon rossz. Kapunk pluszot. Már 9000 gemet elköltöttem. 6 pörgetés meg volt. 60, bocsánat. Ugye hát a 70-es pörgetés, és még mindig semmi. De ez szivat. Stumble Guys, halló! Miért csinálod ezt velem? Please. Please, please, please. Ezt a játék vajon élvezi, vagy valaki ezt élvezi? Na, duplikét, nagyon jó. Ne csináld már ezt velem, add be azt a mitiket, vagy a legendary-t. Majd nem legendary, speciális, bocsánat. Legendary Brawl Stars-ba jó. Itt annyira nem. Mindig ezt pörgetjük, ezt a gnómot, a 70. pörgetés jön már. Kezd a fókuszom is elmenni. Majd a kamerán jó. Miért csinálod ezt? Most már nincsen sok reményem, 80 pörgetést vásároltam már. Azt hittem megint a gnómot kapjuk, de egy új skin. Köszönöm. Gyerünk! Hoppá, még egy új skin. És a 80. Jó, ez jó. Nem gyenge. Miért csinálod ezt velem, Stumble Guys? 90 pörgetés. Nem akarom az összes gememet elkölteni. Adjál már valamit. Jó, ez jó lehet. Ez jó lehet. Jetszi! Miért csinálod ezt velem, Stumble Guys? Miért kell az összes gemet elköltsem? 100 pörgetés. Most már statisztikailag 100 pörgetésből 100% arányosan ki kellett volna nyitni mind a kettőt, és még egy. Ez nem tudom micsoda. Utál a játék. Nézd meg, nézd meg. 2% esélyem van a két skinre. Egy, és semmi 100 pörgetésből eddig. És a 100. pörgetés. Na muszáj beadnod valamit. A speciálisat. Ez gyenge volt. Na jó, figyeljetek, ezt most el fogom skippelni, nem érdekel. Fie. Jó! Miért nem vártam végig? Nem baj, megvan az origami. Meg egy nagy légy, vagy darázs a szobámba, köszönöm. Jó, még egyet skippelem, most a másik skin meg lesz. Na jó, most kimegyek a szobából. Viszlát, csókolom! Ez a... Ott van! Nem hiszem el! Azt hittem, nem pörgettem ki! Finally, nem tudom, 150 pörgetésben mennyi gemet veszítettünk? 20 000 gem! 20 000 gem se! Fúj! Hagyj békén! Köszönöm, 2000 XP, bármire is jó az. 20, wow! Hát csináltak, ez nagyon nem érte meg. Ez valami eszméletlen mód nem érte meg. Kezdjük az origami speciális skinnel, próbáljuk ki. Hol vannak a...
labdaimót meg ezek. Ó, ezt nem teljesen értem. Meg kell néznem, akkor ez hogy működik kontrollerem, mert... Na jó, I don't care. Let's go ranked. Ennél lassabb nem tud lenni egyébként? Jól néz ki amúgy. Aha, ott vannak a... hogy melyik gombbal tudom, de imótozni hogy tudok? Vagy nem lehet imót... Ja, ott látom. De fura, de fura. Aha. Leütöm. Dominik, sorry Dominik. Ugye csak egy körös és ennyi? Jó, leütöttem valakit, én is elszédültem. Már is fejtettem az imót, hogy működik. Ezek nagyon botok. Ezt easy belehozom, haló. Ennyi. És akkor most nyertem, és akkor most mi van? Nem is látszik semmi egyébként, de nyertem. Aha. Jó, hát ez elég könnyű volt. Aha, és vannak ilyen nyeremények. Oké, farangba vagyok. Jó, hát ez nagyon lassú volt. Csak lézerdes van és direkt 16-an vagyunk csak? Vagy ez így hogy működik? I don't know. Nem baj. Ne! Nem baj, meg akartam nézni, mi történik, ha kiesünk. 0 pontot kapunk, mondjuk nem veszítünk, mert valószínűleg annyira alacsonyan vagyunk. Ó, van más pálya is. Hát most meg kell nyernünk, srácok, nem hülyeskedünk. No hülyeskedés. Csúszás mondjuk berakadtam volna egyébként. Hoppá, köszi. Jó, mondjuk nagyon, nagyon bének ezek a játékosok, de tényleg. Jó, mondjuk én se vagyok jó, mert egy ideje nem játszottam. És az új kontroll átalakításhoz nem vagyok hozzász, mert hogy az új gombokhoz nem vagyok hozzászokva. Pláne meghal a kontrollerem, köszi szépen. Az jó. Az mi az Isten? Az mi volt? Oké, oké. Jó tudni, hogy ilyen képességek vannak a játékban, amik így kivétetetlenek konkrétan. Kicsit sem pay to win. Meg OP, ne ütögessél le, haló. Hát csak az első körben voltak ilyen botok egyébként. Azért ők már kifejezetten jobban játszanak. Én meg kifejezetten nem. Jó van, de azért még nem vagyok annyira nagyon durván berosdásodva. Viszont itt nagyon nehéz imót. Na, hagyj békén. I'm dead. Hú! És így is 75 pontot kapok. Pedig sokkal rosszabb helyzetben voltam, és úgyis. Érdekes. De próbálj-e másik skin. Jesus, hogy nézel ki. Atya, úristen. Legalább egyet akarok renkapolni. Aha, 16 fős lobbik vannak, hogy láttam. Érdekes. Mi az a Ninja Turtle? Valami ezt a lézerdest nagyon szereti adni. Nyilván valószínűleg a fejebb vagyunk, akkor lefelé is tudunk esni. Hát ezek botok. Boom. Sorry. Ne engedj el, engedj! Oh my god! Körbeautózza! Te, nem tudom, te voltál, nem te voltál, nem is ezt akartam nyomni. Jaj! Labdázni kellett volna. Még egy meccs. Oké. Valamit kaptam. Mit kaptam? Mi aktiválnom kell. Hagyjál békén. No, no, ez az új stand-up, ez kaka. És egy nap váltra. Na, egy utcsó meccs fejlődjünk, aztán csokkolom el az első visszatérő időnek elég volt szerintem. Megszenvedtem. Na. Kérem szépen, viszlát. Figyelünk a profi mútosokra. Ahogy miért befele ütöttem, I'm so stupid. Nyerettem volna. Simán nyerettem volna, de nem baj. Renkább megvan, 5. lettem, szintén 75 pont. 2000 XP, az amúgy nem túl sok, azt hiszem. Vagy sok, nem tudom. Hát, annyira nem sok, mert 15 000 kell egy szinthez, de most már van, és azt hiszem 50-ig? Nem. Meddig van ez? Jesus, 70-ig, és itt ez a skin van, ami már nekem megvan. Meg ilyen Masterbox. Hát figyelj, jobb, mint a semmi. Mindenesetre ez a kis visszatérő videó, ennyi lett volna. Ha tetszett a videó, nyomj egy lájkot, iratkozz fel, ha már itt van a zsomatkód, akkor használd, de YouTube szerint pedig ez a videó érdekel, úgyhogy csekkold le.